Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora. Köszönöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják, a mikrofonnál Bleier Gábor. Mai vendégem Hofner Tibor úr, a Köszi Közép-Dunántúli Szövetség az Ifjúságért képviseletében. Üdvözöllek, régi ismeretségünkre való tekintettel, ha megengeded a riport során tegeződünk. Abszolút, szia! Ha jól tudom, olyan 88 környékén jött létre az Egyesület. Igen, már elég régi, hát inkább a 90-es években, már nem 88-ban. De hát nem mai keletű már, azt gondolom. Gyakorlatilag jó néhány ifjúsági szervezet volt már a térségünkben, akik a magukján elkezdtek önállóan dolgozgatni. Uh-huh. És abban az időben az Agrár Ifjúsági Országos Szövetség keresett meg bennünket, partnereket keresett a vidéken, és nagyon-nagyon jó képzéssorozatokat tartottak, nagyon jó képzőkkel, előadásokkal, tanulmányokkal, látótakkal, és elkezdett összekovácsolni az a néhány ifjúsági szervezet, aki ott működött a környékünkön, és azt gondoltuk, hogy milyen jó lenne, hogyha egymástól tanulhatnánk, egymást segíthetnénk, és közösen tudnánk képviselni a fiatalok érdekeit kisebb régiónkban, meg a nagyobb, tágabb környezetben is. Okay. És így jött létre a Köszi gyakorlatilag. Bocsánat, én mondtam rosszul, 98 környéke, igen, igen, 88 igen. Környéke. Egy kicsit szűkítsük a szűkebb régiót, ugye ez a Balaton felvidék. Így van, a Balaton, igen, mi gyakorlatilag a Balaton felvidéken vagyunk, viszont nyitottak vagyunk minden olyan együtt gondolkodásra, ami egy tágabb régiót is jelent. De abban az időben, amikor elkezdtünk így gondolkodni, közös vetéketük is szerveztünk, és voltak a nyugat-dunántúliak, a nyugisok, a délalföldiek, a dalisz, a közép-dunántúliak, a köszi, és így kezdtek összeverődni az ifjúsággal foglalkozó szervezetek, meg szakemberek országos szinten is. Uh-huh. Itt a legfőbb cél azt hiszem az, hogy a ifjúság helyben maradjon, tehát hogyha nagyon primíren fogalmazom meg, akkor így, de ennél ez sokkal többet jelent. Hát nézd, a zászlónkra, amit tűztünk, az a fiatalok megtartása, a település segítése. Elsősorban a Balaton felvidéken gondolkodunk. A tevékenységünk az, hát egyrészt ugye, mivel Taliándrögdön lett beegyezve a szervezet, és ott is van a Köszinek a bázisa, nagyon komoly hangsúlyt feltetünk a saját településünkre, mivel jót élünk abba a környezetbe, és hát hogyha jó be vagyunk hányozódva egy helyi társadalomban, akkor könnyebben is tudunk dolgozni, tehát elég sok energiát fordítunk rá. A nagyobb régió az egy vidékfejlesztési munkánkkal is összekapcsolódik, az már a Balaton felvidéknek egy 59-60 települése, ami egy vidékfejlesztési csoporthoz, egy líder csoporthoz kapcsolódik, ott már gyakorlatilag a fiatalok megtartása szállat teljesen a köszire bízták egy idő után. És hát a Kárpát-medencei munkánk az pedig maga az ifjúsági értékűr hálózat. Több mint 1000 olyan fiatalunk, és régebb óta fiatalunk van a Kárpát-medencében, akik nagyon fontosnak tartják, hogy a helyi értékek feltárásával, tovább örökítésével, egyáltalán bemutatásával, felutalásával foglalkozzanak. És ez pedig egy Kárpát-medencei tevékenységi kör. Akkor kicsit nézzük meg, hogy épült ki lépésről lépésre ez nem csak országos, hanem mondjuk most már országok kormányzató hálózat. Mik voltak az első tevékenységek, amivel megpróbáltak az ifjúságot megfogni és bevonni tulajdonképpen a helyi munkába? Tehát nézzük először a szűk lokális dolgokat. Ja, alapvetően a maga tagszervezetek, ők nagyon-nagyon régóta dolgoztak már, és mindenki teszi a dolgát a saját településén. Amikor majd meséltem már, hogy létrehoztam a Köszit, és azt mondom, hogy együtt próbáljuk meg ezt kiválni, akkor az első dolgunk az volt, hogy próbáljunk egy ifjúsági stratégiát lefektetni. Megkérdeztük a térségbe élő fiatalokat, hogy mit gondolnak a saját településükről, a térségükről, mi az, ami jó, mi az, ami rossz, mi az, ami szívesen fejlesztenének, hogy azt gondolják, hogy fontos, hogy fejlesztenek rajta. Régebb óta a fiatalok. És nézzük meg azt, hogy mi kell ahhoz, hogy ők itt tudjanak maradni. Ennek kapcsán létrejött az első ilyen ifjúsági stratégia, amiben már megfogalmaztunk olyan stratégiai pontokat és irányokat, aminek révén tovább tudtunk aztán később menni. Ezt általában 5-6 évente megismételjük, éppen most készült el az új ifjúsági stratégiák. És nagyon érdekes, mert ahogy ugye telnek az évek, mindig más-más prioritás jön elő a fiataloknál. Valamikor még nagyon fontos volt, hogy egyáltalán a térségben legyenek olyan közösségi szinterek, ahol be tudnak menni a fiatalok is, hogy jól érzik magukat, hogy hasznos szabadidőt tudnak eltölteni kis településeken is, vagy a környezetükben.
aztán később, ez már specializálódott. Azt mondták, hogy nagyon jó, hogy vannak ilyen közösségi terek, de jó lenne, hogyha lenne kifejezetten speciálisan ifjúsággal foglalkozó közösségi hely, közösségi szintén, és akkor fogalmazódott meg a fiatalokban, hogy milyen jó lenne egy bázis, egy ifjúsági bázis valahol a térségben, ahol próbálják segíteni a fiatalok ügyét a településeken. És hát így is jött létre a közi bázis. Nagyon-nagyon sok olyan pályázati lehetőség nyílott ki ezzel, hogy mi egy stratégiát alkotunk, hiszen egy vidékfejlesztési csoport asztalára tettük ezt a mi stratégiát, és azt mondtuk, hogy kedves hölgyeim, uraim, jelenleg a térségben élő fiatalok ezt látják, ezt gondolják, ilyen fejlesztések lenne szükség ahhoz, hogy jól érezzék magukat, és itt tudjanak maradni. És a vidékfejlesztési csoport beépítette ezt a stratégiájába, és gyakorlatilag célirányosan pályázatokat írt ki a vidékfejlesztési vonalon arra, hogy a fiatalokat meg tudjuk tartani. Most már eljutottunk oda, hogy az előző stratégiai tervezésnél a vidékfejlesztési csoportunk egy teljesen önálló szálba tette be a fiatalok megtartását és letelepedésük segítését, és speciálisan célirányos pályázatokkal segítette. Egyébként nem csak az a fontos, hogy vannak speciális pályázatok, amiből mondjuk egy ifjúsági közösségi teret ki lehet alakítani, vagy fel lehet szerelni, vagy ifjúságot érintő rendezvénynek ki lehet szervezni, hanem néhány olyan vállalkozói pályázatba is behetette pontozást érő szempontként a fiatalokkal való együttműködést, hogy a vállalkozónak érdeke legyen együtt gondolkodni egy ifjúsági szervezettel. Azt mondta, hogy rendben, pályázhatsz te a vállalkozások fejlesztésére, de pluszpontot kapsz, ha helyi fiatalt alkalmazol, ha együttműködsz helyi ifjúsági szervezettel, bármilyen módon formában. Legyünk őszintén az első időben, mindenütt ez úgy történt, mindenki megpróbálta ezt lepapírozni, hogy túl legyünk ezen a történetben. Adok volna a papírt, csak... Persze, csak legyen meg, így van, türelmesnek kell ebben lenni, mi elértük néhány év alatt azt, hogy ezek nem csak papírozások, hanem valós együttműködésekké váltak, és most már nem kell hozzá pályázat se, hogy jöjjön a vállalkozó, vagy menjen a fiatal, vagy ifjúsági szervet a vállalkozóhoz, hanem teljesen jól megtalálják egymást. Teoretikusan, hogyha nagyon logikusan végig gondoljuk, tehát hogy én vállalkozó vagyok, és szoktatom magamhoz a fiatalokat, illetve akkor én is új innovatív gondolatokat hallok, illetőleg a saját jövőmet alapozom meg abban, hogy van utánpótlás. Nem tudom, hogy ez kialakult-e egy ilyen közös együttgondolkodás ilyen szempontból, vagy ez csak én gondolom. Igen, elkezdtünk egy ifjúsági inkubátor programot. Amikor ezt elkezdtünk végig gondolni, két irányba kezdtünk ebben. Az egyik a fiatalok oldalon. Azt látjuk, hogy nagyon sok fiatalunk van, aki külföldön, vagy az ország más részén van, és egyéb iránt már gondolkodik, hogy milyen jó lenne hazatérni, hazajönni, de nem mer belevágni, mert nem látja a stabilitását, nem látja a biztonságát még a Balaton felvidéken. A másik oldalon megláttuk, hogy vannak vállalkozóik. A vidékfejlesztési program kapcsán mi együtt dolgozunk olyan vállalkozókkal, akik nagyon jó gondolkodású vállalkozók, egy vidékminősége védjegy program tömöríti őket. Nekik teljesen normális az, hogy környezetudatosan gondolkodunk, az, hogy segítjük a helyi társadalmat, az, hogy nem fekete munkásokat alkalmazunk, tehát megbízható vállalkozók és jó gondolkodású emberek. Őket meg azt látjuk, hogy fontosan munkerőhiánnyal küzdenek, és nagyon örülnének annak, hogyha helyi fiatalok jöhetnének be dolgozni. Azt mondtuk, hogy mind a két oldalon üljünk le néhány műhely munkán, és beszélgessünk, őszintén beszélgessünk, hogy ki mit gondol. Beszélgettünk a fiatalokkal, beszélgettünk a vállalkozókkal, mindenki elmondta, hogy mi az, amire szüksége lenne, mi az, amit ő fel tud ajánlani. Szembesültek a fiatalok is az, hogy igen, néha egy picit magasat teszik ők is a lécet, meg igazából azt is láttuk, hogy előjött, hogy bár külföldön jó keres. Igen ám, de mibe kerül az ottkint léte, mit jelent az, hogy nem tud itthon lenni. Tehát amikor mindezeket végig gondoltuk és számogattuk, akkor már egész jó ajánlatnak tűnt egy helyi vállalkozó ajánlat is, aki egyébként most már egész jól kezdi megfizetni a helyi munkerőt, a fiatalokat is. És miután megvolt ez a két oldal, utána úgy döntöttünk, hogy akkor engedjük össze a fiatalokat és a vállalkozókat, és akkor végén próbáljuk meg ezt letisztázni, és nézzük meg, hogy kialakulnak-e olyan párok, vagy lesz olyan vállalkozónk, aki mentorként már odaáll egy fiatal mögé, a fiatal megpróbálhatja néhány napra, egy hétre, egy hónapra ezt a munkáját, és hogyha sikerül ez, akkor menjen tovább, és nézzük meg, mondjuk le a következtetéseket, és nézzük meg, hogy mit kéne alakítani ebben a programban. Túl vagyunk egy első körén, hát sajnos a pandémia az nem hiányzott ehhez, de hát ez mindenütt azt hiszem most bárkit kérdezünk, mindenkinek hatással volt. Mindenek ellenére azt mondhatjuk, hogy sikeres volt a program. És főleg az volt az egyik nagyon nagy hozadéka, hogy a vállalkozók azt kérték,
hogy nekik hosszú távon az lenne az érdekük, hogy aránylag fiatal korban, akár általános iskola 7.-8. osztályában vigyük már látóútra, egy pályaorientációs látóútra ezekhez a vállalkozókhoz, a fiatalokra, a gyerkőcöket, nézzessék meg, hogy mi történik. Tehát amikor a pályaválasztás elé kerül, akkor már legyen képe arról, hogy körülbelül mi az, ami a térségben kínálat van, munkaerőpiaci kínálat. Bocsánat, csak nagyon tipikus kép, akár vidéken, akár Budapesten régebben, hogy odaérkezik abba a bizonyos korba, és akkor esetleg elé teszek egy könyvet, és ott, bocsánat, hogy ezt mondom, és elnézést mindenki, ott ül izzad a szegény fiatal, hogy egy fogalmat nincs a valóságról, idézően, hogy lenne a könyvekről. Úgy látszik, akkor ezt a szituációt is próbáltátok valahogy kezelni. Így van, és nagyon-nagyon népszerű volt az iskolában, egyébként a pedagógusok is nagyon örültek ennek a lehetőségnek, és a gyerkőcök is. Fogtuk be gyerkőcöket, és érdeklődési körök szerint vittük őket több helyre. Egy nap mondjuk összefüztünk 2-3 ilyen adott helyszínt, ahol el tudtak menni, amit meg tudtak nézni, és belepillantottuk a vállalkozók életébe. Azt láttam egyébként, ahol vittük őket, a vállalkozók is nagyon-nagyon komolyan gondolták, nagyon készültek rá, nagyon korrekten bemutatták, ismertették, hogy mi az, amit ők csinálnak, milyen típusú embereket várnak, milyen feltételrendszerek vannak, és nagyon őszintén elmondták a pozitív-negatív oldalait is. Mondjuk egy Balatonparti vendéglátásnál őszintén oda tárt a vállalkozó, igen, itt a nyáron oda kell tenni magad, ha ide jössz, dolgozni kell. Viszont mi már annyira korrektek vagyunk, hogy végig szállást adunk neked abban az időszakban, végig étkeztetünk, kiemelt bérezést kapsz. Tehát, hogy nagyon őszinte párbeszédek alakultak ki, és utána, amikor végig volt egy-egy ilyen látódnak, akkor mindig leültünk a fiatalokkal, és végig beszéltük a tapasztalatokat, hogy ők mit láttak, mit éltek meg, mit gondolnak, látják-e realitását annak, hogy valamelyik pályarián érdeklődnek. Úgyhogy most ezt a vonalat folytatnánk, mert ezt kérték a vállalkozók, kifejezetten jónak tűnt, hogy a következő évben is remélhetőleg jó néhány ilyen csoportot fogunk tudni elvinni. Mellette meg elindítottunk egy kísérletibe egy olyan mentorprogramot, hogy különböző vállalkozókhoz, helyszínekre tettünk ki fiatalokat. Mi benne élünk a Művészetek Völgye Fesztiválban. És nagyon sokat lehet találni egy-egy adott helyszínről, egy-egy rendezvényszervezőtől is. És megkérdeztük a helyi fiatalokat, hogy kinek lenne kedve ahhoz, hogy beszálljon egy picit a fesztivál életébe. Egyeztettük a Művészetek Völgye Fesztivál vezetőivel, és ők is nagyon szívesen fogadták azt a gondolatot. És így akár egy panoráma szintakhoz, akár egy önkéntesekkel foglalkozó főmunkatárshoz vagy vásárszervezőhez kitettünk egy-egy hétre egy-egy fiatalt mentorálként, és ők belekóstoltak abban, mi történik. Ennek több hozaléka is van. Egyrészt a helyi fiatal sokkal jobban magáénak érzi a Művészetek Völgye Fesztivált ebben a pillanatban, azért, mert ő is a részének érzi magát, tevékeny részvevően, nem csak egy elszenvedője a 200 000-es látogatottságnak. A Művészetek Völgye szempontjából pedig kifejezetten hasznosítani az, hogyha minél több olyan fiatal lenne a későbbekben, akkor akár egy helyszínt önállóan programgazdaként el tudva vinni, vagy akár fő programelemek szervezőjeként, koordinátorként tudna majd beszállni. Nyilván ez hosszú idő, ez évek kellene. Most egy 3 lépcsős rendszert építettünk be, az idejében kezdtük el ennek igazából a kidolgozását. De most a kisgyerkőceink, a felső tagozatosok, azok, akik beszállnak zöldmunkások mellé, egy-egy órára, 2 órára, 3 órára, a 10 napon keresztül, és tapasztalatok, hogy gyűjtenek, megnézzük, hogy hogyan működik ez. A következő generáció, aki már egy picit idősebb, az a középiskolás generáció, ők mennek ki a helyszínre, hoznak mellé, vagy egy-egy nagyobb program helyszíne, és látnak bele egy kicsit még mélyebben ebbe, és azt gondoljuk, hogy a következő lépcső pedig az lesz, hogy a közülük az a 2-3 vagy 4 olyan fiatal, aki már alkalmasod a következő időszakban már akár önálló területet is tud kapni. És az egész kicsiket meg úgy segítjük, hogy nekünk van egy közi bázisunk, a Kincsesházban ifjúsági névfőiskola, ami nyilván nyitva a Művészetek Völgye alatt is a maga rendezvény programja vagy kiállításaival, és az egész kicsit meg megkapták a mi házunkat, mint a házigazdák, ők mutatják meg a látogatóknak. Na hát, akkor egy cikét most már nagyon sok ülemben, ezt próbáljuk egy kicsit összefoglalni, tehát
ugye volt az elején az, hogy mind a vállalkozókat, mind a diákokat próbáltatok összekötni, mert kialakítani egy itthoni piacot, egy szakmai megtartó piacot, illetve fejlődést, amit talán visszaállt az egész régióra, de ahogy látjuk mentóprogram, illetve a pályázatokat írtok, névfőiskolát működtetek, van egy család bázisotok. Kicsit próbáljuk összefoglalni az egészet, az hogy kell ezt elképzelni, ahol most állunk? Hát igazából nekünk nagyon egyszerűen van a köszi. Ez a Közép-Bátori Szövetség az ifjúságért. A köszi üzemelteti a Pannon ifjúsági névfőiskolát. Az nyilván egy mindéget hosszú tanulást. Minden olyat próbálunk a fiataloknak, és egyébként nagyon szívesen látjuk a régebb óta fiatalokat is, amit az iskolarendszeren belül nem lehet megtanulni, és fontos ahhoz, hogy eligazodjunk az életbe a világba. Tehát ez is egy nagyon fontos lépcsőtisztánk. Ugyanúgy a közi, a fő koordinátora a ifjúsági értékelő hálózatnak, ami egy kárpát-medencei szintű hálózat, és egyéb iránt a közi elkezdett for profit tevékenységet is végezni, nem mint civil szervezet, hanem a közi. Nek van egy egyszemélyes Kft-je, ez a Pannon Kincsesház Kft. Ezt pedig szándékosan azért csináltuk, hogy próbáljunk be, mivel hogy mi nem kapunk állami normatívát, nem kapunk semmi külön támogatást, mi saját munkánkból tartjuk fel munkat, meg pályázatokat különböző ilyen forrásokból. Tehát, hogy fontos, hogy legyenek olyan gazdasági lábaink, ami ezt tudja segíteni. És így a Kft-vel működtetünk többek között egy értékboltot, egy inobringa hálózatot, kerékpár kereskedőnömmel is foglalkozunk, elektromos kerékpárokat, tehát nagyon sok létű az a tevékenység, amit végzünk benne. És a vidékfejlesztési munkánk kapcsán pedig a közhivel, stratégiai partnerségben vagyunk az Éltető Balaton Felvidékért Egyesülettel, és ezen belül az ifjúsági inkubátort és az ifjúsági kulcsfőlapot visszük. Hát így nagyjából ennyi, és ezeknek vannak a kis leágazásai. Hát azt hiszem, akkor érdemes kiemelni bizonyos dolgokat. Kezdjük akkor a olyan népfőiskolával, hogy már sok mindent elmondtál, de akkor hogy kell elkezdeni az egész népfőiskolai rendszert? Mi tagjai vagyunk a Kárpát-medencei Névfőiskolai Hálózatnak. Azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy sokakkal gondolkodjunk együtt. Többen vannak az országban is a Kárpát-medencében, akik hasonló módon próbálnak élni és működni. Mindenkinek megvan a speciális kerülete. Például hozzánk legközelebb nagyon sokan ismerős lehet Kiscsősz, Cimbi, néptánc, népzene vonalon sokan hallották már. Mi is speciálisan azt mondtuk, hogy az értékőrzés, értékfeltárás vonalon és az ifjúság vonalán szeretnénk ebbe részt venni és tevékenyen részt venni. És egy gyakorlatilag a népfeskárt egyik legfontosabb feladata, hogy egy olyan háttér támaszt adjon az ifjúsági, Kárpát-medencei ifjúsági értékkör hálózatnak, ami egy folyamatos biztonságos stabilitást, működőképességet tud jelenteni. Azt látjuk, hogy nagyon sok helyen indult el a Kárpát-medencében ifjúsági értékkör csoport, sokakat segítettünk mi magunk is, vagy éppen az általunk elkészített szakmai módszertani anyagok alapján kezdték el sokan önállóan, hiszen ezt nem védtük le, nem titkosítjuk, annak örülünk, aminél többen vannak ebben. Azt is látjuk, hogy nagyon kell, hogy legyen egy olyan biztos bázis, ami folyamatosan fogja a kezét ezeknek a csoportoknak, folyamatosan szakmai anyagokkal látja, folyamatosan biztosítja a fejlődésüket, mondok példákat. Ha van egy ifjúsági értékből csapat, valahol elkezdenek értékeket feltárni, ezeket bemutatják a saját területüket. De ugyanakkor van az ország másik végén is egy ilyen. Mi nekik lehetőséget teremtünk arra, hogy találkozzanak egymással, tapasztalatot cseréljenek, megismerhessék egymást. Kvázi egy Kárpát-medencei értékkör találkozó keretében szinte egy nagy családdá válik az egész értékkör közösség. De úgy szervezünk szabad egyetemeket, ahol mélyíthetik a tudásukat, vagy bármilyenhez hasonló közös akciókat. Tehát, hogy rengeteg ilyen önként vállalt feladatunk van, amit mi fontosnak tartunk. Nagyon szívesen segítünk bárkinek abban, hogy elindíthasson egy ifjúsági értékű csoportot a saját térségében. Mi azt vettük észre, hogy rengeteg fiatal, aki szívesen csatlakozik ehhez. És miért csatlakozik? Azért, mert alig várja már, hogy egy értelmes feladatot bízzanak rá. Én abban hiszek, hogy a fiataloknak lehetőséget kell adni, és felelősséget kell tenni rájuk is. Hogyha lehetőséget adunk nekik, ők élnek ezzel, azt gondolom általában, és nem visszaélnek.
nagyon sok jó tapasztalatunk van, amikor azt mondják, hogy ezek a mai fiatalok, igen, én azt is látom, amikor ők oda teszik magukat, és tényleg fontos nekik, és leülnek a felvidéken egy értékfeltáró kollégium keretében, a Mariska Lénivel, József Kovácsikon másfél órás mély interjúkra, és könnyes szemmel jönnek ki onnan. Szóval látom azt, hogy hihetetlenül nyitottak mindenre, és lehetőség, felelősség. De lehetséges, hogy egyébként az, hogy azt mondják egy fiatal, hogy újságban foglalkozik, hogy a fiatal nem mer megkérdezni idősebb, és ezért eltávolnak, hogy ezeket a hírekat ki lehet építeni, és így egy kicsit a konténitásunkat tudjuk meg, úgy értem, nem csak kapcsolati, hanem mondjuk akár egy település kontinuitását tudjuk megalapozni. Nagyon fontos, hogy elengedhetetlen, hogy megtenni az generációk közötti kommunikáció. Egyébként az értékben hálózat egy nagyon jó példa erre, hiszen ott az idős és a fiatal szorosan együttműködik, együtt gondolkodik. De mondok egy másik példát is, például mi csinálunk a közi bázison nagyinetet. Azt jelenti, hogy az időseket segítjük abba, hogy a legalapvetőbb dolgokat megtanulják a számítógépen vagy az okostelefonon, azért, hogy akár az unokáikkal tudják tartani a kapcsolatot messengeren, vagy tudjanak egy e-mailt váltani, vagy éppen egy külföldön élő gyerekével, unokával tudjon kommunikálni. És ezt a fiataljaink csinálják, hiszen ők már digitális benszülöttek, nekik ez nem okoz gondot. Az idősek viszont ennek fejébe, cserébe szívesen leülnek a fiatalokkal, megmutatják nekik a régi receptjeiket, akár közösen meg is főzik, vagy éppen segítenek megtanítani, hogy hogy kell ezt az árat megcsinálni az ajtóbázis ajtóján, ami már régóta vacakolt és nem tudtuk bezárni. Tehát hogy elkezdődtek ezek az együtt gondolkodások, és rögtön úgy ítéli meg egyébként az idősebb ember is, hogy nem is olyan kis gangster ezek. Ugye, hogy szokott működni, hogy egy településen, nem tudom mennyire ismer egy kis településen, hogy működik, összejönnek a fiatalok való általában, busz megállóan randalíroznak is közben, mert a fiatalok élik az életüket. Egész eddig az idősebb azt látta belőle, hogy csak az örökké a probléma volt vele. Most meg azt látja, hogy együtt ült, tanult tőle, együtt gondolkodni, van közös téma, és ez egy jó gyerek, ez a Józsi vagy ez a Pisti. És csinálva is tiklit a busz megállónál, akkor rögtön azt mondja, hát jó, van, végül is ennyi belefér, hogy legfeljebb szólunk neki. Hát én azt gondolom, hogy lehet ezt egymáshoz közelíteni, de csak meg kell találni azokat a felületeket, ahol együtt tudnak gondolkodni. Szerintem az értékek hangzott egy pontosan egy ilyen felület. Tehát jól értem, itt több nagyon praktikus funkció. Egyrészt egy tabu döntés, mert azokat a tabukat, meg kritikus hangokat próbáljátok enyhíteni, amikor az öregekről megvan a fiatalok véleménye, a fiatalokra, de ha közel mész hozzá, és értékes dolgokat ad a részedbe, akkor egy egész már szituációba kerülsz bele. Abszolút. Egy jó példa erre például a Talián Drögdön, nagyon érdekes helyzet van. A Talián Drögdön a képviselőtestület úgy döntött az elején, hogy nem hozza létre a helyi értéktárat. Majd látta a fiataloknak a tevékenységét, a munkáját. És újra összejött a képviselőtestület, és azt mondták, hogy na bocsánat, tévesen döntöttünk, mégiscsak létrehozzuk a helyi értéktárat, de nem csak úgy létrehozzuk, hanem rábízzuk a helyi fiatalokra a működtetését. És a Dörögi Ifjúsági Egyesület kapta meg a Talián Drögdi értéktár működtetését. Nem egy kis dolog, azt gondolom. Ugye, emlékszem, hogy beszéltünk, lehetőség, felelősség, meg is értek a fiatalok, elég rendesen szaladtak, hogy Tibi, nagyon baj, mert ránk bízták a értéktárat. Hol vagy mi ahhoz, nem vagyunk mi van felnőttek, hogy el tudjuk dönteni, hogy mi kerüljön be egy települési értéktárba, és hagyjul Isten, most mi lesz. És következőt találták ki. Létrehozták a bölcsek tanácsát, megszólítottak olyan embereket településen, akik úgy azt mondják, hogy vagy a tudásuknál, koruknál, vagy a társadalmi funkciójánál fogva alkalmasak lehetnek arra, hogy ilyen döntést meghozzák, ők előkészítik az értéktárból előterjesztési anyagokat, és elétárják a bölcsek tanácsának, és megbeszélik. Na és mit akarok ebből kihozni? Azt akartam meg kihozni, például a tavaly előtt bekerült a Talianről értéktárba a Dörögdi Asszonyok sütőfőző tudománya. Azt gondolták a fiatalok, hogy ez egy fontos dolog, és ennek kapcsán az értékek ünnepén nagyon sokszor készítettek a helyi asszonyok és a helyi civilek is különböző ételeket, és ebből létrejött a Dörögdi Ízek szakácskönyv, és ezt teljesen a fiatalok állították össze, csinálták meg, hogy teljesen más szemmel nézi az idős, van a fiatal, amikor azt mondja, hogy nézd meg, ez a fiatal, ez a kis Ada, aki itt van, egy gyönyörű kiadványt hozott létre, és azért, mert fontos neki az az érték, amit egyébként mi hoztunk létre, vagy mi is támogattunk eddig, hogy életbe tudjon maradni. Tehát, hogy egy teljesen más megítélése van abban a pillanatban annak a helyi fiatalnak, és egyéb iránt a fiatal is másképp gondolkodik, mert hogy leült nagyon sokszor beszélgetni a Bözsinéjével, vagy leült beszélgetni a Marika Lénivel, akinek a káposzta salátáját mindenki ismeri a környéken, és ő nincs olyan rendezvény, hogy az legyen, és kérte, hogy
mondja már a receptjét, legyen kedves, beszéljen már róla, legyen kedves, jöjjön be a kincses klubba a gyerekeinkhez, és tanítsa meg ezt a receptet, hogy bármikor el tudja készíteni a fiatal is. Ez egy rendkívül fontos dolog, mert hogyha jól emlékszem, semmi másban nem indulok ki, csak rengeteg ősi szakma így maradt életben, nem csak nálatok, hanem szert az országban, vagy akár a népdalgyűjtések, stb. Tehát csak egyetlen sansza annak, hogy bizonyos dolgok ne vesszenek ki. Hát persze. Igazából mi arra jöttünk rá, hogy nem lehet elég korán kezdeni ezt. Mi működtetünk egy kincses klubot. Elkezdtük az alsósoknak meghirdetni az iskolába, hogy aki szíves jönne a közibázisra, kincseket keresni, meg egyáltalán tanulni kincsekről, meg a körülöttünk lévő értékekről, az jelentkezik, hogy ez egy 6-8 gyerek, akiknál érdekel, hanem azért is a számítani szinte az egész alsó tagozat jelentkezik. Na jó, azért tudni kell, hogy nálunk 31 néhány fő az alsó tagozat. És ezekkel a gyerekekkel tudatosan elkezdtünk értékalapú nevelést. Javaslom, hogy erről beszéljük egy kicsit részletesebben a szünet után visszajövünk, most hallgatunk a tízzelét.
ott tartottunk, hogy az alsó tagozatosokkal próbáltad. Igen, tehát megszólítottuk az alsó tagozatosokat, és nálunk az teljesen normális, hogy az alsó tagozatosok, ha bejönnek egy ilyen kis kincseskó foglalkozásra, akkor hozzájuk bejön mondjuk a Taliándor Ögyű néplakra, aki egyébként a helyi értéktárban is ott van, mert azt gondolom, az az 50 éves tevékenység meg múlt, az predesztinálja erre. Tehát, hogy bejönnek, együtt tanulnak népdalokat, egymással beszélgetnek, de teljesen normális nálunk az is, hogy a helyi kerámikus az betér hozzánk egy-egy foglalkozásra, megmutatja a tevékenységek, a csinyát, vinyát. A gyerekek sajátunk javasolták egyébként az értéktárban való felvételét a helyi kerámikusnak, és ők mentek ki, interjút készítettek vele, megszerették az anyagokat. De itt úgy hozzá teljesen normális az, hogy bejön egy polgárőr egyesület, és együtt beszélgetnek arra a tevékenységről, vagy itt a közbiztonságról, vagy a közlekedésbiztonságról. Tehát játékos módon is meg egy terepasztal csinálnak a Taliándor-ögyi értékekről. Tehát soha nem mondtuk nekik, hogy ezek a Taliándor-ögyi értékek. Megmutattuk ezt, megmutattuk azt, megszeretettük vele, oda mentünk el Királydőre, ott csináltunk számháborút annak a környezetébe. Ott tanultuk meg rétesütni az Ökumenikus Nőszövetség tagjaival. És olyan természetes ezeknek a gyerekeknek ma már. És ugye tudatosan, amikor nekiálltunk, akkor ugye pont a kolléganőmmel egy nagy levegőt vettünk, a Mazsó Gabival nagyon régóta dolgozunk együtt, és azt mondtuk, hogy ha most többen lecsapunk, akkor legalább egy 8 évet rá kell szárni az életünkből erre az ügyre, azt gondoljuk, mert legalább ennyi kifutás kell neki. Hát most már ott vagyunk a 8 évnél, ennek is ennek nincs vége, hála jó Istennek. De azt jelenti, hogy elkezdtek a kincses klubban, és akik kinőttek bőle és felsősök lettek, ő nekik egy más típusú foglalkozást kellett elindítani, elindult a kincses klub plusz foglalkozásuk. Oda járnak az 5-től 8-ig a fiatalok egyébként, éppen most ebben az időszakban. 5-től 8 kicsik az 1-4 a kis kincses klub, a kincses klub pluszosok az 5-8, és most van az első olyan csapatunk, akik már középiskolások, azok közül, akik még alsósként, kicsiként kezdtük velünk a közös munkát, és ők meg létrehoztak most egy ifjúsági kupaktanácsot, és együtt gondolkodnak, és próbálnak belefolyni egy picit a település életén, meg önálló ifjúsági klubot kialakítani, tehát ugye elkezdődött egy picit már önállunk egy más irányú, őket most nagyon sokat visszük mindenhova, szerte az országba, Kárpát-medencébe, hogy lássanak, tanuljanak, tapasztaljanak, és mindazt, ami a fejükben van tudás, azt majd próbálják meg otthon idővel kamatoztatni. És hát a vágyunk az, hogy egy pár éven belül, hogyha ezek a fiatalok elérik a főiskolás korosztályt, akkor főiskolások egyetemisták lesznek, akkor szeretnénk elindítani Karakon Felvidéki Ifjúsági Akadémiát, amivel gyakorlatilag azt gondoljuk, hogy egy olyan utánpótlás képzés lenne, ami egyrészt a közi bázisnak utánpótlását jelenteni, másrészt pedig a településeknek is a helyi civil szervezetek vezetői lehetnek ezek a fiatalok, vagy akár képviselőtestet, tagok, polgármesterek, és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen tudással vértezzük fel őket addigra, mire ilyen pozícióba kerülhetnek. Ugyanis azt vettük észre, akik bent vannak az értékűrházakban a fiatalok, egy pillanat alatt közéleti szereplők kiváltak. Pár éven belül hihetetlen megnőtt az értékűrházakon belül az egyfőjegyző polgármesterek, alpolgármesterek, képviselők száma, mivel hogy azt látták a felnőttek, ezek a fiatalok tesznek valamit, érdeklődőek, nyitottak, foglalkoznak a helyi társadalomban, és megszólították, hogy vigyen, gyertek közénk is, vállaljatok közéleti szerepet. És a jó példánál nálunk a Rebekot, nagyon sok, nagyon régóta nevelgetjük már, aki egy jó kis segítségünk, és hát ő is egy oszlopos tagja a közibázisnak, ő most jelenleg a Taliándor-ögyi művelési házat vezeti, de rábeszéltük az előző választásokon, és induljon már képviselőként. Azért, mert azt gondoljuk, hogy ott is kell majd, hogy a polgármester abba hagyja a tevékenységet, kell, hogy kineveljünk majd következőket, és hogy kóstoljon bele minél több fiatal ebbe, és nőjenek fel, meg egyáltalán lássanak be a település életébe. És nagyon meglepő volt számunkra is, hogy a legtöbb szavazattal került be rögtön a képviselőtestetbe, ami nálunk ugye automatikusan azt jelenti, hogy alpolgármester is lesz belőle. Tehát egy pillanatban közéleti szereplővé vált értékörből, és művedéshez vezetőként, képviselőtestétudóként, alpolgármesterként képviseltünk ma már a fiatalok érdekeit. Tehát nagyon-nagyon érdekes, hogy kineveltetek egy generációt, hogy kezdtek kinevelni, és a szervesen rögtön vissza tudnak kapcsolódni, nem is akármilyen szinten ebben a dologban. Egyébként mit lehet azért tenni, hogy ez a rendszer egy idő után tényleg, hogyha az alapítók
mással kezdenek foglalkozni. Tudja magát működtetni, hogy akadémiáról beszéltél, a értékhálózatokról, mindent. Tehát tulajdonképpen figyelitek még ezután is azokat, akiket képeztek, és hogy tudjátok, hogy sokukat visszafordatni ebben a rendszerben, mert ez a lényeg, egy kicsit úgy képzelem el, hogy otthon megkap egy csomó mindent, aztán olyan, mint egy vándorló mester, aki megtanul másolókat, visszajön és visszafordatja. Hát mi is ezt gondoljuk, igen, nem könnyű egyébként. Ugye az elején hat, hogy ember nélkül semmi nem lehetséges. És most a második része, amit még a Lezsákon mondott abban az időben, és nagyon igaza van neki, hogy intézmény nélkül semmi se tartós. Mert most a legfőbb feladatunk az, hogy a közi bázist, az ifjúsági névfőskát olyan szinten tudjuk stabilizálni, hogy egy nagyon stabil intézményé váljon. És ott ennek a megfelelő emberek, akik ezt tudják folytatni és továbbvinni. Mi nyilván gondoskodunk arról, hogy neveljünk ki olyan embereket, és tudatosan, tehát tudatosan irányítottuk most egy művelési átvezetői pozíció felé. Pont azért, mert neki most meg kell tapasztalni azt, hogy milyen az, amikor vezetővé válkom, különállóan kell megoldani a feladatokat, amikor megyek, elesek, fel kell kelnem, saját magam le kell törölni, meg kell gyógyítani a sebjeimet. Ezen túl kell esni ahhoz, hogy egy jó vezető legyen, azt gondolom. És hát nyilván azt gondolom, hogy az akadémiával lesz majd több ilyen fiatalunk is, tehát hogy szépen lassan elérünk oda, hogy lesz egy olyan utánpótlásmázis, aki ezt fogja tudni csinálni. Mi az alapokat lefektetjük, hogyha az intézményt tudjuk stabilizálni és tartósítani, akkor azt gondolom, hogy megtettük a dolgunkat, és lesz, aki tovább vigye, és nyilván ők már erre szocializálódtak, tehát hogy ezt a mintát látják, nagyon jó esélye, azt gondolom, hogy ezt a mintát is fogják követni. Nagyon-nagyon sok mindenről beszéltünk, ugye a közösség megtartásáról, a fejlesztési lehetőségekről, az utánpótlásról. Hosszabb távú perspektívában mit látnak mondjuk? Nagyot mondok, 10 év múlva hova szeretnétek eljutni, de nekem az is 5 évet mondasz, tehát hogy honnan, mert azért most már bőven látsz irányvonalakat. Abszolút. Én azt gondolom, hogy mondjuk, hogyha egy 5-10 éves távlatban gondolkodunk, akkor én nagyon remélem, hogy 5 év múlva, ha beszélgetünk, akkor bátran mondhatom, hogy elindult a Bartó Felvidéki Ifjúsági Akadémia, és olyan mintaprogramot tudott letenni az asztalra, ami talán mások is majd az ország vagy a kártatrendszébe tudnak továbbvinni és hasznosítani. Tehát én nagyon szeretném, hogyha ide eljutnánk. Nagyon szeretném azt, hogyha a kártatrendszeri értékör hálózatnak addigra már nyugodtan mondhatnánk, hogy a negyedik vagy ötödik kártatrendszeri értékör találkozója volt, és mondjuk nincs olyan megye az országban, ahol nincsen legalább egy értékör csoport, aki aktívan tevékenykedik, és remélhetőleg 5 év múlva elmutatjuk, hogy van egy 1500-2000-es taglétszáma az értékör hálózatnak. Remélem, hogy egy 10 éves távlatban elmutatjuk azt, hogy van egy olyan ifjúsági inkubátor és ifjúsági kulcsfigura mintaprogramunk, amit már leteszteltünk, amit bátran ajánlhatunk akár a szaktárcáknak is meggondolásra, hiszen nagyon régóta szajkózzuk, hogy annyiféle hálózatot üzemeltetünk, működtetünk országos szinten, és néhány esetben azt látjuk, hogy azon múlik, hogy milyen ember van mögötte, hogy mi a hozzáadott értéke. Mi nagyon szeretjük azt, hogyha minden befektetett forint a sokszorosát tudja hozni, és úgy próbálunk ezzel gazdálkodni, és látjuk azt, hogy minden településen, vagy a települések jó részén, vagy a térségekben ott vannak azok a kulcsemberek, kovász emberek, kulcsfigurák, mindegy, hogy hogyan hívjuk őket, akik nagyon fontosak, és nem kell más csinálnunk, hanem mondjuk egy kulcsfigura hálózatra csak destabilizálni őket és hagyni dolgozni. Ugye ezt én arra értem, hogy akkor már kvázi valamilyen szinten intézményesült a dolog, adott egy hátteret, adott egy biztonságot, igazából kockázata nincsen, mert ezek az emberek már letették a magukét az asztalra, tehát hogy nem zsákba macskát árulnak, hanem egyszerűen tudjuk, hogy őket hagyjuk dolgozni, akkor körülbelül ezeket az eredményeket várhatjuk tőle. Mi most ezért építjük, ugye első körben a Balaton fél felvidéken ezeknek a kovász embereknek a hálózatát, amit most már 2-3 éve szorgalmasan dolgozunk ezen, és egy nagyon jó kis hálózat kezd kialakulni, és bízunk benne, hogy előbb-utóbb ez majd egy közép-dunántúli hálózattá válik, aztán majd talán egy országos hálózattá válik, és talán egyszer eléri azt az inger küszöböt, hogy a döntéshozók is azt mondják, hogy igen, érdemes ebben beletenni, és érdemezetek ezekkel a kovász embereket, kulcsfigurákat megtámogatunk, vagy egyáltalán csak bestabilizálunk, hogy dolgozhassanak. Na, szeretném, hogy 5-10 év múlva mondjuk elmondhatnánk azt, hogy elérte ezt az inger küszöböt, és mondjuk van már egy ilyen kulcsfigura, vagy kovász ember hálózat. Hát mondjuk akkor elemezzük, hogy mi ez a kulcsfigura, kovász ember, csinál valami olyat, ami egyedi és értékteremtő egy közösség életében, gondolom, és ráadásul olyan, amit telesnek tartanak a többiek. Tehát gondolom, ez a két kulcs szó benne. Így van, mi most ezt speciálisan az
az ifjúságra gondoltuk első körben kipróbálni. Olyan embereket gondolunk mi kulcsfigurának, akik egy adott településen vagy egy adott térségben meghatározóak fiatalként, akár kortársként, vagy meghatározóak régebb óta fiatalként, akik fiatalokat segítenek egy adott területen vagy egy adott térségben, és az ő munkájuk mondjuk egy 5-10 évre visszamenőleg bizonyíthatóan eredményes a saját településén vagy a térségében. Mi egyelőre, tehát nem gondoltunk jó az a definíciót, de valami ilyesmi van a fejünkben. Csak azért próbáltam egy kicsit kifejteni, hogy mindenki értse, mert lehet, hogy a saját, ha nem is nálatok működik, de az ország másik részében, a saját településen rengeteg ilyen ember van, akire érdemes lenne odafigyelni, és talán ugyanígy elindulna egy ilyen belső építkezés. Így van. Én arra lettem abban az időben figyelni, a tisztességes szakmán művelési szervező. Abba kezdtem el valamikor dolgozni, Tony Andrőnél a művelési házban, és amikor az Agriával, a fiatalokkal is tevékenykedtünk, az országban nagyjából ugyanazzal a 20-30-40 emberek kezdtünk találkozni itt is, ott is. Majd azt vettük észre egy idő után, amikor pályázati rendszerek alakulhattak, ugyanaz az emberek, de most éppen ifjúsági referensnek hívják őket, mert most arra volt pályázat. Majd utána pár év múlva azt láttuk, hogy most őket nem tudom minek hívják, most éppen teljesen minden, amire éppen pályázatok, éppen annak hívták, és annak hazudta el mindenki. Ki tudjuk, hogy mindig ugyanazt csinálják, közösséget fejlesztenek, közösséget építenek, kulcsemberek maguk helyén, és mindig ugyanakban, amikor bejött a líder, hogy a felszólítom, érdekes módon ott kezdtem a munkaszervezetekbe találkozni ugyanezekkel az emberekkel. Tehát, hogy mindig éppen ahol lehetőség volt, meg ahol lehetett valami működési támogatást találni hozzájuk, akkor annak vagy egyéb iránt, ez egy iszonyat teher ezeknek a kulcsfiguráknak, megmondom miért. Azért, mert ők teszik a mindennapi életüket, teszik azt a közösségére, amit tesznek, és mellette, hogy megfeleljenek a pályázatnak, akkor éppen még felvállalnak plusz szerepeket is, ami én azt gondolom, hogy nem mindig normális. Tehát, hogy hagyni kéne, ezért mondom, hogy hagyni kéne azt, ami ezért csinálja, stabilizáljuk be, és az biztos jó lesz az eredménye. Tudom, hogy ez nem könnyű, nem is könnyű ezt lemodellezni, mi ezért csapunk bele, hogy egy kísérleti programban megnézzük a Balaton felvidéken, hogy ez hogy működik, és ha működik, és ha adaptálható, akkor nézzük meg, javítsuk ott, ahol javítani kell, és kínáljuk fel tárcán a lehetőségét. Nagyon fontos dolog, amiről eddig nem beszéltünk, de már nagyon sokat kerülgettük, hogy milyen fontos lett a fejlesztésben a kapcsolattartás, meg a másik jó példának az átvétele, meg az, hogy együtt lehet dolgokat csinálni erre. Nagyon sok példa van a működésetekben, erről tudsz-e valamit beszélni? Abszolút. Én csak abban hiszem, hogy az együttműködésnek van értelme mindenben, meg az egymástól tanulásnak. Ha lehetőségem van és időm van, akkor nem hagyok egyetlen látóutat sem, vagy egyetlen a lehetőséget sem, hogy elmenjünk máshol, másokhoz konzultálunk, tanuljunk. Mi arra jöttünk rá, hogy egyedül mindig gyengébbek vagyunk, mint közösen, hogyha együtt gondolkodunk, sokkal jobb erőt tudunk képviselni, és egyébként sokkal több tudást tudunk összerakni. Ez értem, az ifjúsági munkánkra, de értem, a vidékfejlesztési munkánkra, vagy éppen egy települési munkára is. De mi általában az ászlókon az együttműködés, az együtt gondolkodás az egy nagyon hangsúlyos szerepet tölt be. Igen. Egy picit erről beszélnél, hogy milyen egyéb akár térségi vagy annál nagyobb együttműködéseitek vannak, mert nagyon sok mindent mondtál így is ebben kapcsolatban, hogy konkrétan lássuk meg a hasznát is. Hát a térségi alapvetően mi a saját településünkön belül nyilván minden civil szervezettel jó kapcsolatot ápolunk. Mi egy olyan civil szervezet vagyunk a Köszivel, aki nem kér támogatást az önkormányzatnak, hanem igazából megpróbál segíteni az önkormányzatnak, meg a már többi civileknek is. Tehát van egy olyan infrastruktúrális hátterünk, meg egy olyan humán hátterünk, hogy azt gondoljuk, hogy mi lenne, hogyha ezt nem segítenénk. Ez az egyik. Ugye másrészt a mikrorégiumban néhány településes körzetünkben is fontos együttműködünk. Nekünk ugye élő együttműködésünk van egy Kapolcsi Kulturális Egylettel, de élő együttműködésünk van mondjuk egy művészeti vagy a Non-Profit Kft-vel, ami ugye több települést is érünk. Aztán ugye jön a nagyobb térségünk, az a Balaton felvidéki térség. Ott egyrészt ugye beszéltem is róla már az Értető Balaton felvidékért egyesület, mint annak a gesztora, azzal egy stratégiai együttműködési megállapodásunk van, és a benne lévő vállalkozókkal, civil szervezetekkel, kulcsfigura hálózat tagjaival gyakorlatilag napi kapcsolatot tartunk fel. Aztán, ha még szélesebbre veszem, akkor ezt a kört, akkor mondjuk az országos hatókörben egyrészt együttműködünk a Kárpát-medencei Névfőiskolai Hálózat tagjaival, együtt gondolkodunk velük és segítjük egymás munkát. Másrészt a Nemzeti Művelési Intézettel,
Veszprém megyei önállóan is egy stratégiai működési megállapodásunk van. Tehát, hogyha a Veszprém megyébe értékfeltárás, értéktárgyétehozása, ifjúsági munka, akkor gyakorlatilag minden egyes projektbe az NME is bevon bennünket, meg mi is épp úgy használjuk az ő szakmai háttértudásukat. És hát az értékönházatunkról is beszéltem, az meg ugye nyilván egy Kárpát-Ferenc, és nagyon sok határon túli partnerünk is van, akivel együtt működünk, együtt gondolkodunk, felvidékek Kárpát-Ferenc, Vajdaságban, Erdélyben, tehát tényleg mindenütt vannak olyan csapatok, akikkel. Azt mondom, hogy ilyen heti kapcsolat biztos, hogy van. Azt nem mondom, hogy mindenkivel minden nap nyilván kommunikálunk, de hogy egy heti kapcsolat megvan, az egészen biztos. Ez nagyon fontos, hogy icipicit, bocsánat, vonatkoztassunk el ettől a sok mindentől, de először nézzük meg, hogyha mondjuk nagyvárosban egy fiatal pályakezdő, mi az, amire szerinted figyelnie kell, vagy mi az, amit ki kell ahhoz építenie, hogy megtalálja a mai világban a dolgét, és aztán nézzük meg egy hasonló településen, mint amilyen ti is vagytok, hogyha teszem, hogy nincs meg ez a dolog, ami nektek, hogy induljon el, mert iszonyatosan nagy problémát jelent. Identitásválság van ilyen szempontból, nagyon kevert világban élünk, nagyon sok minden keveredik, ugye a hagyományok, a nyugati kultúra, és egy csomó minden más, és ami nem baj, csak nehéz az eligazodás. Biztos, hogy ez a nagyváros életet, azt nem ismerem. Abban nem tudok okosakat mondani, mert nem is szeretnék okosakat mondani. Egyfajta, viszont nagyon hiszek az a közösség és a közösség erejébe. Tehát én azt gondolom, hogyha otthon egyedül ücsörgök, még hogyha tudom is a Facebookon, vagy a Twitteren, tudom én mit, akkor se jutok sokkal előbbre, de hogyha közösségekbe vagyok és közösségekbe járok, akkor ott meg fogom találni azokat, akik egyébként tudnak segíteni az én problémámba, vagy megtalálom azokat a hasonszülő embereket, akivel együtt közösen, könnyebben meg fogom tudni oldani a problémámat. Tudom láttatni magam. Tehát hogy azt gondolom, hogy szörnyűen fontos, hogy egy fiatal ilyen szempontból egy közösségbe látossa magát. Ha mondjuk én nem viszek el egy 7.-8. gyerkőcöt egy vállalkozóhoz, akkor valószínűleg nagy esélyük nem fogják megismerni egymást, vagy minimális az esélye. De ennek a közösségnek a tagjaként esélye van arra, hogy egybe kapcsolódjanak. És ugye mi ebben egy ilyen kis kovász tudunk lenni, aki ismerik a vállalkozót is, ismerik a fiatalt is, és egyébként akkor sok esetben azt mondom, mi garanciát is tudok adni, mert tudom mind a kettőnél, hogy bátran kötöm össze. Nagyon-nagyon is állandóan. Elnézést lesz az, hogy ezeket, de azt mondtad, hogy mi kicsit nevesítenéd, hogy kikkel dolgozol együtt a dolgokban? Hát az, ahogy az előbb beszéltük az együttműködésekről, hát látod, hogy elég széles kör, tehát hogy mi effektíven a bázison most ebben a pillanatban két főállandó dolgozó van, tehát gyakorlatilag a gerincét az a Bajnokbeke kollégámmal visszük, de egyébként rengeteg a fiatal volt olyan időszak, amikor heten voltunk, rengeteg a válság egy picit megnehezítette az életünket, most újból néhány dolog megnehezíti, de hát nyilván ezen túl kell lendülni. Most képítettünk egy olyan csillagpontos rendszert, amit még mi a vidékfejlesztés időszakunkban tanultunk még a spanyoloktól, ami úgy néz ki, hogy vannak nagyon jó kis a bázisnak, vannak nagyon jó kis bázispontjai. Vannak olyan fiatalok, akik velünk együtt nőttek, felnevelődtek ki, és nagyon sok létű tudásuk van. Egyiknek ilyen, másiknak olyan. És ők egy kis csillagocskáink nekünk, és a különböző projekteknél az ő tudásaikat hozzuk be, és egy-egy adott projektnél húzzuk be azt a fiatalok éppen ebbe tud segíteni. Elkezdeném sorolni, most estig se végeznék, azt gondolom. De hát nagyon sok olyan fiatal van, meg régebb volt a fiatal is, akit be tudunk húzni ebbe. Hát tehát akkor egy saját önfenntartó rendszer kialakult, és akkor így több olyan eklatás ponttal, ami pont kell ahhoz, hogy plusz tudást tudjatok adni. Így van, tehát mi gyakorlatilag egy inkubátorszerűen segítettünk ezeknek a fiataloknak találni, mi adtuk a bázison az első munkát. Ott tanulták meg, hogy egyáltalán mi a munkavilága, és próbáltuk úgy szocializálni őket, hogy ők később is megállnak a lábukon. Nyilván ehhez ők is kellettek, hogy jó partnerek legyenek, és igyekeztünk segíteni abból, hogy ők el tudjanak indulni a saját útjukon. Van, akiből pedagógus lett, és az értékűházakba szerzett kapcsolatai révén ő került be egy olyan pedagógus közösségbe, ahol jól érzi magát. Van egy másik, aki éppen grafikusként dolgozik, vagy éppen egy könyvtárba került el ezzel a tudással, de van olyan, aki a stúdiót alapít, és az végzi. Nyilván őket a megfelelő tudások szerint, ha egy új kiadványba gondolkodunk, akkor nyilván ad a grafikusként, légy szíves, vagy Eszter, segítsél egy picit a dizájnba. Ha a fotó, videó kell az értékűrházathoz, akkor gyere Balázs, légy szíves, segíts, vidd ezt a vonalat, csináld meg a műhelymunkát, Eszter, gyere, légy szíves, csinálj meg egy fotósorozatot.
lassan, sajnos közeledünk riportunk végére, de még van egy kis idő. Picit hagyd tudjuk meg arról is, mert lehet látni, hogy nagyon sok felé ágazol, nagyon sok mindent csinál, de hogyha van szabad időd, vagy hobbit van-e emellett, vagy egyetem belefér-e? Hát persze mindenkinek vannak hobbiai, és az időszakonként lehet, hogy változik is. Nekem a pandémia óta a legújabb hobbim a család lett. Képzeld el, hogy rájöttem arra, hogy nagyon jó otthon lenni például, és nagyon jó a családban is közös dolgokat csinálni. Régebben művelés szervezőként még ilyen pörgős emberként nagyon kevés időt töltöttem a családban, és most igyekszem egyre több időt a unokákkal, a családdal tölteni, tehát a szabadidőm jó részét megpróbálom erre. A feleségemmel imádom túrázgatni, tehát ha megtehetjük, akkor akkor megyünk és túrázunk. De igazából nekem kikapcsolódás az is, hogyha most eljövök köztis fiatalon éppen egy utalom kirándulásra, és elhúzzuk őket Szentendrére, és a Kőhegyi Menedékházban ott vagyunk két napot velük, és hát persze közben megnézzük a skanzet, meg néhány jó dolgot, meg egy filmet forgatunk közben, meg ilyesmiket csinálgatunk, tehát ez is egy jó pihenés. Szerencsés vagyok ám igazából, mert nekem a munkám a hobbim is. Fontos, azt hiszem, meg az, hogy feltöltődésünk. Egyébként szerinted meg kell arra tanítani az embereket, hogy a szabadidők és a struktúráltán végezzék? Tehát ez fontos tudomány, vagy ez tök felesleges, ha már is szóba hoztad? Az egy szerencsés ember, akinek mondjuk a munkája, a hobbija is, mert nyilván akkor élvezi minden percét. Én az is vagyok, nézd, nyilván a mindennapi életben nehezebben élünk meg, mert sokkal egyszerűbb volna valahova elszegődni, és akkor megkapod a fizetéset, hazamész, és el van intézve, hogy család magadat kell folyamatosan menedzselni, meg eltartani, és működteni, viszont mindig olyat csinálsz, amit szeretsz. Na jó, ez nem igaz, mert a pázati elszámásokat nem szeretjük, tehát van nem szeretem munka is, de a papír részeiért szeretünk alkotni, de nem szeretünk, de ezt meg kell vele együtt tenni, mert azt meg kell köszönnünk, hogyha valami támogatást kapunk, hogy tisztességesen, becsületre azt el kell tudni számolni, és azt gondolom, ez is fontos része a feladatunknak. De egyébként emellett, hogyha az ember ügyesen szervezi, akkor juthat egy-egy dologra is. Én nagyon érdekes, mert az értékkörhálózatban soha nem voltam annyit a kisebbik fiammal, mint az értékkörhálózatban, amikor elindult, ott helyben állunk is egy értékkörcsoport. Annyira beletaláltunk, hogy ő is imádta, én is imádtam, és nem elkezdett ilyen féltékenyen nézni rá, hogy mindig együtt vagytok, és együtt alkottok, és már megint mentek valóban interjúzni, és éppen filmet csináltok. De olyan jól megtaláltuk, tehát hogy össze tudnak ezek kötődni ebbe a világba valamilyen módon. És egyébként ezek szerint a gyermekeidet is jó értelemben sikerült ebben a tevékenységgel megfertőzzöd. De egyiket is erőltettem, de nagyjából. Hát szerintem ők is ezt a mindent látják, valószínűleg ezt fogják követni. Tehát mindegyik szabadon élhetett és tehette azt, amihez kedve van. Az egyik az a zenei világban találta meg magát, ez meg pedagógusként, a másik az éppen a programozásban, de épp úgy szívesen beszáll egy értékű videó elkészítésébe vagy vágásába is. Hát én azt gondolom, hogy ők is éveztik, de szerintem azért csinálták, mert kedvük volt hozzá, nem azért, mert én mondtam, hogy jönni kell. Hány unoka van, ha nem titok? Kettő van, kettő, öt és egy három éves, és nagyon imádjuk a velük töltött időt, azt gondolom. Aha. Próbáljuk őket is megfertőzni azzal a gondolkodással, ami a mi világunk. Gondolom, nem lesz annyira nehéz. Hát nem, egy kicsit messze van, mert azért ilyen 200 km-re tőlünk, de hát a mai világban mi van, nagy ideje, én is meg tudok tanulni sok mindent, hogy olyan fiatalokban, úgyhogy kommunikálni naponta tudunk, meg hát nyilván vannak időszakok, mint a nyáron is, hogy hosszabb időt töltünk egymással is. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, illetve a hallgatóink megtisztelő figyelmét, önök a Hidak Heti magazin adását hallották. Én is köszönöm szépen.
Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet!